Az első az mindenképpen az, hogy visszagyűjtjük a véleményeket. Tehát mi statisztikázunk, ez nem titok. Kaptunk már most is visszajelzéseket, tehát gyakorlatilag olyan ötletek jelentek meg, amik már márig azt mutatják, hogy milyen irányba lenne érdemes még tovább pörgetni ezt a dolgot. Az, hogy több csapat van, az mindenképpen azt követeli meg a srácoktól, hogy jobbak legyenek. És komolyabban veszik a srácok a programot. Tehát ebben az évben kifejezetten éreztük, hogy sokkal nagyobb energia ráfordítás jelent meg a gyerekek részéről, mint korábban. Tehát itt most úgy jöttek, hogy ebből valamit nekik profitálniuk kell. Mi is minden évben azt próbáljuk, hogy erősebb legyen a verseny, az természetes. Tehát azt szeretnénk, hogy sose találkozzanak ismétlődéssel, hanem mindig próbáljunk alkalmazkodni ahhoz, hogy változik az idő, és nekik majd felelniük kell az új kihívásokra. Programban, tehát magában a feladatok színvonalában is erősebb lett a kiállítás, és a csapatok részéről feltétlenül azt mondom, hogy jobb lett. Ez nem csak Magyarországon egyedi egyébként, tehát külföldről is kaptunk az elmúlt napokban visszajelzést, hogy hú, ilyet még nem láttak. Próbáljuk az egész versenyt egy még magasabb elismertségi pozícióba hozni, és tovább nyitni. Növekedhessen a csapatoknak a száma tovább, gyakrabban kerülhessünk velük kapcsolatba, és ehhez azt az utat kell megtalálnunk, hogy a vállalatok hogyan tudnak beleilleszkedni egy ilyen típusú gyakorisági problémába, annak a megoldásába, és ez egy kemény feladat lesz előttünk. Tehát nőni akarunk, ez a lényege a dolognak. Itt levő gyerekek élvezték, és azt mondták, hogy fontos nekik, mert az mellett, hogy verseny, ugye egy kiállítási környezetben versenyzünk, ami rendkívül egyedivé teszi ezt a fajta megjelenést. A vállalatok is azt mondták eddig, hogy számukra a hasznos és érdekes programot készítettünk. Úgy gondolom, hogy egy szervező számára ez a legfontosabb, amikor a résztvevők azt mondják, hogy igen, ez jó volt, és most elmondhatom, hogy igen, ez így jó volt.